csapkás. Arra vagyok kíváncsi, hogy a kék pont mióta bezárt az ott, mivel... Azóta tönkre mentünk, mióta kék pont nincs, azóta tönkre mentünk. Igen, sterítőt alig lehet kapni. Te honnan szerzel tűt például? Például a virágító. Én szeretném, ha kék pont még egyszer működne. Á, a lábom is működik. De komolyan mondom, mert... Én is szeretném. Az emberek egymás után többször szólnak egy tűvel. Van, aki több mint egy hónapig tartja magánál, és utána beteg lesz, és az a hír után, hogy meghalt az ember. Az Alternatíva Alapítvánnyal tavaly ősszel kezdtünk el dolgozni, miután megszűnt a Kékpont tűcsere programja, hogy folytatni tudjuk azt a munkát az intravénás szerhasználókkal, illetve szexmunkásokkal, ami ott folyt. Jelenleg utcai megkereső munkában végezzük ezt a tevékenységet, tehát tűcsörélünk az utcán, illetve éjszakánként a szexmunkásokat keresünk meg, és nekik nyújtunk ártalomcsökkentő szolgáltatást. Ezen kívül még HIV, illetve szifilisz és HCV szűrést végzünk együttműködésben a Baptista Szeretet Szolgálata, illetve az Artér Alapítványjal. Tűcsere, ez nagyon előnyös volt számukra, betegséggel kapcsolatosan. Most, hogy ez megszűnt, közben ez elég drasztikus lett az embereknek megint, mert tűket szedik össze fel a földről, nem kaptak mindenhol tűt, és így az emberek bekattanak, az anyagot nem tudják időbe beadni maguknak. Olyan dolgokat csinálnak, amit normál állapotban nem tesznek meg. Elkeseredettebbek a drogosok? Ezt köszönjük szépen. Nem, felelőtlenebbek. És most már nem érdekli őket semmi. Semmi, és bolondok is. Semmi, csak az, hogy legyen bennük. Nincs annyi steril felszerelés, mint előtte. Az abban is hatással van, hogy mennyire törődnek azzal, hogy steril tűvel szúrjanak, vagy sem. Gyakorlatilag ez az önfegyelem, vagy ez a valami egészséges életmód, vagy az a típusú norma, hogy azért jobb steril tűvel szúrni. Nagyon sokan feladták ezt a típusú magatartást, és úgy vannak vele, hogy minden mindegy. És hogy lehet most tűt szerezni? Nagyon nehezen. Az, hogy az emberek elmennek, megveszik itt ott. És mennyire adják egyébként az utcán a tűt? Azt biztos így hallomásból biztos 200-300 forint adnak egy tűt. És ez azért használják ki az embereket, ilyenek a drogosokat is, ezzel is. És visszajönnek le, és olyan emberek, akik nem csinálják, és pont azok árulják a tűt. Nincsen az utcán eldobálva tű, azért nincsen, mert összeszedik az összeset, mert annyira nagy hiány van. Tehát minden egyes tűre szükség van. Ennyi használatot összeszedtem. Mi az kesztyűvel, hogy lecseréljem sterilre, hogy tudjak többieknek adni, hogy nehogy ők is meghalljanak a vele. És ez a környék, az a környék, ahol a legtöbb drogos megtalálható, és itt kéne, hogy legyen a tűcsere. Jelenleg itt a 8. kerületben nincsen másik tűcsere program. Nem véletlen az, hogy egy tűcsere programot oda kell telepíteni, ahol a probléma van. Azért, mert ezek a szerhasználók nem mennek nagyon messzire el. 2 kiló tőkiparat csak 500 forintba kerül, jöjjön el. Dillereknek egyébként mennyire tett be a tűcsere bezárás? Nem szóló szól. Nem rott, se nem veszítenek. Szerinted a környékbeliek most nyugodtabbak, amiatt, hogy bezárt a tűcsere? Szerintem örülnek neki. Szerintem. Hát most nem tudom, hogy nem hallottam így még vissza, hogy mi a véleményük, de biztos, hogy örültek neki. De ugyanúgy itt drogoztak a környéken. Hát persze, itt. És az, hogy bezárt a tűcsere, amiatt leszakadt bárki is? Senki. Senki. Sőt, még rosszabb. A dílerek száma nem lett kevesebb, tehát azok a házak, ahol dílerek vannak, ott ez ugyanúgy problémát jelent. Azok a területek, ahova bejárnak szúrni, az most is ugyanúgy problémát jelent. Azok a házak, amiknek a kapuja nem zárható rendesen, oda most is ugyanúgy bejárnak. Hiába szűnik meg egy program, egy szolgáltatás, attól még ezek az emberek nem fognak egyik napról a másikra leszokni. Depressziósok, idegbetegek, agresszívek, beveszik gyógyszert, hogy beadja magának a drogot, és egész nap el vannak.
Mert ez ugyanolyan a gyógyszer és az emberek. Szóval ezzel nem kell megvetni a drogosokat. Valaki kávéfüggő, valaki ilyen függő, olyan függő. Ha azok nem drogoznak, akkor isznak. Mert miből áll az egész? Ivás, kábítószer, gyógyszer. De ez a drogban van egy világ. Ennyi. Mikor kezdtél el drogozni? 14 évvel ezelőtt. 30 éves koromban. Sajnos azért, mert bekerültem a börtönbe olyan dolog miatt, persze. Amit egyetemgyel elkövettem, tönkrement a családi életem, amit úgy mint az élettársammal, a gyerekeimet oda kellett adnom, anyámiként. És arra jöttem haza, hogy egy műanyag tányér, műanyag pohár is tele az adóssággal a lakás. És így folyamodtam bele az énbe a kábítószerbe. Ott addig 30 éves korom, amikor abszolút normális asszony voltam, normális feleség, családanya, családcentrikus, háziasszony. És ott elszakadt egy szál is kész, azóta drogozott. És azóta sajnos az életem nem változott. Hogy az ellátórendszer lábát kirúgták gyakorlatilag. Tehát az alacsony küszöbű programoknak pont az az egyik fontos funkciója, hogyha az egész ellátórendszert vesszük, hogy becsatornázza ezeket az embereket a magasabb küszöbű szolgáltatások felé. Tehát anélkül, hogy nincsen egy olyan hely, ahova az aktív anyagosok bemehetnek, és ott kaphatnak információt arról, hogy milyen rehabok vannak, vagy kaphatnak információt arról, hogy milyen kezelések vannak, hogy tudják a hepatitis C fertőzöttséget kezelni. Hogyha ezek nincsenek, akkor nem is tudnak eljutni ezekbe a szolgáltatásokba. Sőt, mai napig is emlegessük őket, hiányoznak nekünk, például az Orsi, a Virág, akik közelebb álltak hozzánk, akik ténylegesen sokat foglalkoztak velünk, odafigyeltek ránk, minden egyes nap megkérdezték, hogy jól vagyunk-e, hogyha problémánk volt, észrevették rajtunk, szóval ezek hiányoznak, meg amiben tudtak, segítettek. Tudtak segítséget adni, hogyha valahol megakadtam, bármilyen olyan hivatalos ügyben, ahol nem tudom, hova forduljak esetleg, mert sok helyen ugye az emberre úgy bánnak, mint a kacarondja, főleg, hogy a hajítam, mert én az vagyok, 15 éve. Ott leültettek, megkérdeztek, mi a bajom, mi a problémám, születősabb volt az emberek, akkor adtak ajánlni, hogy jó, nem egy nagy basszítás, de bármit is kapott az ember, mert örülsz neki. Sok minden nehezebb tiszta ruhát rendezzem magamnak, az emberekkel való kapcsolatot fönntartani, mert az internetet nem mindegy, hogy tudom használni. A Kékpont azóta az változott meg, hogy egyre nagyobb a betegségek száma. Láttam saját szememmel, hogy folyamatosan lőttek egy tűvel, egymás után a tűkkel, és ez nem jó. Nagyon nem jó. 2014 tavaszi epidemiológiai vizsgálat eredményei alapján a 2011-es legutolsó, vagy az előtti vizsgálathoz képest közel a duplájára nőtt a hepatitis C fertőzöttek aránya az intravéneszer használók körében. Tehát még Magyarországon kb. 22-25% volt a hepatitis C fertőzöttek aránya, addig az utolsó vizsgálat alapján, tehát tavaly nyár elején 50% volt. Ebben a körben még ijesztőbb adat, hogy a budapesti 35%-os fertőzöttségről 60%-ra emelkedett. Itt nem csak arról van szó, hogy megszűnt tavaly év végén a két legnagyobb tűcsereprogram, hanem ezt a finanszírozás csökkentésével maga az ellátórendszer nem volt képes hatásosan megakadályozni a fertőző betegségek terjedését. Ezért is nagyon nagy veszteség az ellátórendszernek, ennek a fix telephelyű tűcsere programnak a megszűnése, mert azért a magyarországi tűcsere forgalomnak több mint egy harmadát ez az egy program fette le. Tehát itt egy évben mondjuk ilyen 2000-2200 klienssel volt kapcsolatban ez a program. Most, hogyha ezt megszűnik, ezt kiveszed, akkor mi, mint egy kicsi alapítvány, akik alulról építkezve indulnak el utcai megkereső munkában, nem tudunk ennyi embert elérni. Egészen egyszerűen azért, mert nekünk kell utánuk menni, megkeresni őket. Jelenleg az utcai megkereső munkában a nagyon-nagyon minimális steril fecskendőt tudunk kiosztani, ami a forrásaink engedik. Most
a szabály szerint maximum 6 darab steril tűt tudunk adni valakinek, ami persze több, mint a semmi, de amikor tudjuk, hogy ezeket az új dizájnerszereket 10-szer vagy 15-szer is szúrják egy nap, akkor ezért ahhoz képest a 6 steril ecskendő nagyon kevés. A legfontosabb tervünk, hogy szerezni egy buszt, tehát hogy egy ilyen rendes mobil tűcsere programmá alakulni, mert jelenleg hátizsákkal járjuk az utcát, ugye ez lenne a legfontosabb a jövőben.